Nagyon szépen köszönöm, és örülök, Mercédesz, hogy ismét tudunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. És csak emlékeztetőül mondom a nézőknek is, hogy hát annak idején mi már beszéltünk divatról, méghozzá báli divatról, mert az Anna Bál kapcsán nyári időszakban akkor erről szót tudtunk váltani, méghozzá, ha jól emlékszem, olyan másfél évvel ezelőtt, de nem csak akkor, hanem más is van, mert emlékszem, és ezt tudják a nézők is, hogy most már mindennek van világnapja, csak a világnapoknak nincs világnapja, de a boldogság világnapja kapcsán beszélgettünk arról, hogy a divatban és a ruhákban, és egyáltalán a viseletekben hogy jelenhet meg a boldogság. Ezt igen, meg lehet nézni még a YouTube-on azóta is, de hát a mostani beszélgetésünknek tulajdonképpen az az apropója, hogy ez a bizonyos kevésbé ismert nép, mint Christian Dior, annak idején 1905-ben, méghozzá január 21-én született, hát 957 óta már nincs köztünk, de most tök mindegy, hogy milyen generáció és hány éves az illető. Mondhatom azt, hogy gyerekkortól nagymamakorig azért a Diort és a Dior nevet és az ezzel kapcsolatos divatot azért mind a mai napig követik. Jól gondolom? Ez teljesen jól mondott, hiszen a maga a divat a Dior házzal egyébként összekötődik, hiszen amit ő megálmodott 47-től, azt minden más divatház átvette. Igen. De az első igazi nagy divattervezőről csak egy mondatban, ugye Charles Frederick Worthről azért meg kell említeni, ő volt az, aki elkezdte a divatot úgy tervezni, hogy személyre szólóan, és névjét beírta a kis címkéket a ruhákba. Így tehát van. Ő elkezdte ezt a vonulatot, és gyakorlatilag onnantól beszélhetünk aztán szezonokról, amik később megjelennek a divatban. De akkor ez csak még visszaugrom azért Diorra is, és ha már említett Worth, és mondtad a divatházat, és meg, hogy ő kezdte el bevarni, igen, de én legalábbis úgy tudom, hogy ő volt az első, egyébként ez még 19. század, igen, hogy tényleg ő volt az első, aki élő modelleket alkalmazott? Hát és igazság szerint az, hogy egyedi ruhákat, tehát hogy ez volt a különlegessége, és ő volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor te a ruhát is délelőtt, délutáni viseletet meghatározta, leült és a botjával mutatta, hogy hogyan lehet szépen ott öltöztetni, tehát elég komolyan részt vett ebben, és ez az, hogy egy Worth ruhát viselhet valaki, azutána ugye egy külön elem volt, hogy hát igen, az egy valaki. És igazából a maga, ha szabóság, itt válik szét, hogy divattervező és szabóság. Értem. Mert hogy ő utána azt is nézte, hogy kihez mi illik, milyen színek, a formák, és ezt alakította tulajdonképpen ő ki. Hát erre azért mindenféleképpen még visszatérek szintén, de azért mondtam, hogy nem véletlenül Diort, hogy hát aztán most ez városi legenda vagy nem, de minden esetre azt olvastam róla, hogy mikor még kamasz volt, igen, akkor egy tenyérjós megjósolta neki, és ezt direkt fölírtam szó szerint, azt mondta, hogy az asszonyok áldani fogják, maga pedig általuk fog boldogulni. Hát akkor a jósnő valamit tudhatott? Hát ez úgy kezdődött, hogy először a tönk szélére fog kerülni, ezt is hozzátette a hölgy, és nem értette Dior, aki egyébként egy középosztálybeli jó családba született, hogy ő egy decens nevelés kapott, hogy fog ő a nőkkel együtt egyáltalán boldogulni, előre jutni. És gondoltam, hogy ezt inkább nem meséli el otthon. Most azt tudni kell, hogy őt politikai pályára állították, hiszen azért a családban gondolták, hogy legyen valami rendes neveltetése. Hát diplomatát akartak és csinálni. És sokáig belőle nem ismerte elmondani, hogy művészeti iskolába is jár egyébként, és ez a rajzokat árusította, és akkor ez az asszonyal is egyébként. És a rajzolás volt az, ami az ő szíve vágya volt mindig is, és ebben találta meg az örömét, és akkor kerestek rajzolókat, tehát akkor volt divat rajzoló, és ezzel foglalkozott gyakorlatilag egy időben. És meg is jelentek a rajzai, meg és minden. Hát olyan neves emberek társaságában ült, akik a mondjuk Dörren, ugye a francia festészet egy ismert alakja, igen, tehát rengeteg olyan impulzus érte a kortárs festészetből, amit nagyon inspirálta az ő munkásságát. Na most nem zárójelben, de félig zárójelben mondom, hogy te is festőművész is vagy, majd erre még rákérdezek, de hát azt tudom, hogy Dior, mielőtt még itt tényleg a Dior ház és minden megalakult, a festőkről jutott eszembe, hogy ő csinált galériát is, és akkor csak ilyen mondjam azt viccesen, kevésbé ismertek, mint mit tudom, Picasso, meg Dali, meg ilyen, de hát ő csinált ilyen, aztán igen, közbe jöttük ugye a sajnos, igen, és muszáj volt neki ezt be is zárni, és a testvérét el is vitték egyébként egy ilyen koncentrációs táborba, tehát hogy a Miss Dior parfüm, az tulajdonképpen az ő nevét is, amikor visszatért a koncentrációs tábor után, és annyira örült neki, hogy túlélte. és hát a rezisztens mozgalmaknak ő is egyébként tagja volt. De ha már a parfümöt említed, akkor muszáj azt is megemlíteni, hogy hát nem tudom, hogy első volt, vagy nem első, hogy hát mai szóval érve, akkor nagyon komoly marketing lehetett, mert akkor ő nem csak a ruha, hanem akkor már, mit tudom én, a kézitáskától kezdve mindent, hogy hívják ezt a tartozékokat, vagy kiegészítőket, köszönöm. Ezeket is akkor ezt nagyon ügyesen csinálták. Hát ugye alapvetően az öltözékeknek mindig van valamilyen kiegészítője. 20-as évektől a cipősarok volt a legfontosabb, ugye, ami legyen különleges és csiszolt, vagy díszes, és azt lehetett cserélgetni is, igen, hogy egy cipőhöz másik sarkot lehetett föltenni. De jó. Meg a kis kalap esetleg, vagy a kis pici táska. És igazából ezeket később nem is úgy érezte, hogy ez apróság, hanem egy nagyon kiemelten fontos dolog, és ő bíztatta a hölgyeket arra, hogy igenis, és ráadásul úgy, hogy a délőtti táska legyen más, mint a délutáni. Mert akkor egy jó hölgynek jó ízlése, ha változtatja, ha már más nem is öltözik át, és a parfüm az része egy hölgynek. Tehát ő azt is mondta, hogy nem csak önmagát kell beparfümöznie, hanem a szobát is, ahol ő alszik, vagy él. Tehát, hogy az az egész millió, az tükrözze a személyiségét. Ő az nagyon fontos volt, azt gondolta, hogy a személyiséget jól tükrözze az egyénnek a viselete, és az egész, ami körbeveszi őt, tehát az a lakáskultúra. Na jó, hát lakáskultúra, hát mindenhez van között természetesen, de akkor azért arról beszéljünk, hogy, és ez arról jutott eszembe, amikor az előbb mondtam a boldogságot, szóval az, hogy milyen az embernek a személyisége, meg minden az odáig rendben van, de mondtad az előbb, szóval a tapintás, az anyag, a ruha anyag, most nem mindegy, hogy vászon, vagy szövet, vagy bármi, akkor ez, hogy is mondjam csak, szóval még érzelmileg is hathat az emberre, hogy pontosítsam a kérdést, ha valakinek baromi rossz kedve van hirtelenjében, de felvesz egy olyan ruhát, vagy félretelül megfog egy olyan anyagot, az lehet, hogy egy picit segít oldani ezt az állapotot? Olyannyira igaz ez az állítás, hogy az egyik sikerének a titka az ez volt, a finom és kellemes tapintású anyag. De jó. És a háború után azzal is vádolták egyébként, a sikerére irigykedve is egy kicsit, hogy hát túl pazarló az ő kreációja, de a hölgyek meg ki voltak éhezve, nem vehettek föl minden ruhát, ugye anyagszükség volt, a gombokat levették, ugye küldték a frontra, tehát nem voltak finom tapintású ruhák. És gyakorlatilag a Dior azt is gondolta, hogy azért, mert ő olyan anyagokat használ, amik finomak, különlegesek, ő gyakorlatilag így dacol a németekkel, hogy olyan ruhákat csinál, amik másabbak, mint ami elérhető, és ez egy ilyen bici kis ellenállás volt az ő részéről, amikor megtehette a Le Long divatháznál, majd később ő maga is ugyanezt a saját divatházán folytatta. És akkor jött a New Look. A New Look, ugye ez 47-ben februárjában debütált. Na most fordítsuk le ezt az angolt, az ez új. Új kinézet, új vonal, igazából. Ez egy angol szó, és vicces volt, mert ugye a francia újságírónő használta, amikor vége volt a New Look és bemutatónak, hogy hát ez micsoda, egy új kinézet, és ez a New Look volt az, ami a szájára jött. De jó. Tulajdonképpen a viseletnek egy alap lényege van, kiemelte a derekat. Ugyanis a 20-as évektől, ha haladunk, az egyvonalú ruhák voltak divatosak, amik elrejtették a női testet. Tehát nem lehetett látni igazából a mell vagy a derék, vagy a csípő eloszlását, ez egy ilyen eltakaró ruha volt. A 30-as évek inkább egy kicsit visszafogottabb, bájosabb öltözék volt, a 40-es évek pedig egy kicsit egy katonásabb, marconásabb, a kosztümös irány felé vitt el. Tehát ott sem voltak igazán nőiesek. És Diornak az volt a véleménye, hogy a nőket ki kell bontakoztatni, és meg kell mutatni, milyen szép a derekuk, a csípőjük, a mellük. Ezért olyan ruhákat tervezett, amik letisztult szabású, maga a felső vagy az alsó, és kiemeli a nőnek a formáját. És ugye ez a legismertebb, a bárkosztüm az egyik, ami ilyen fennmaradt így az embereknek a fejében, ami megmutatja, hogy igenis van dereka is, és az annyira nagy népszerűségnek örvendett, hogy berobbant. De 47 környékén már érezték, hogy valami változás történik. Ugye páran ugye visszaköltöztek Amerikába tervezők, meg újságírók is, hogy nem lesz semmi Európába, itt egyszer meghalt a divat, páran pedig maradtak, és akkor meghallották, hogy Dior hát tervez valamit, mert hogy eljött a Le Long-nak a divatházából, akkor ott maradtak, és megvárták, hogy ő mit fog bemutatni. Értem. De ez nélkül is bekövetkezett volna valószínűleg, mert már voltak apró változtatások, finomítások a női divatban egyaránt, de ő ezzel berobbant. Na jó, akkor most azért is kérdezem, mert ugye hát azt sztárok szabásza, meg tervezője. Margit hercegnői például. Hát meg Evita Perón, meg mit tudom én, Jackie Kennedy, sőt, még magyar vonatkozás is van, Nikola Sárközi. Sárközi, igen. Na, de ezt most azért mondom, hogy hát ezek a nagyszerű asszonyok és híresek és sztárok, de akkor hát manapság valaki azt mondja, hogy Dior, vagy valami Dior ruhát vegyen. Azért ugye elterjedt, hogy a mai világban, hát most, hogy mondjam csak, nem szeretem azt a szót, hogy átlagember, de tulajdonképpen most már mindenki viselhet Dior cuccot, nem? Most nem a legelegánsabb Dior kosztümre gondolok, persze, hanem azért van. Igazság szerint lehet, hogy megveheti, de azért a viseléséhez kell egy kifinomult érzék. Na ez ide tehát akarok kilukadni. Gyakorlatilag akik átvették a divatház irányítását, mindig erre helyezték a hangsúlyt. Ja, egy csomó követője volt mindenhol. Tehát Isza Lorantól, ugye Galiánon keresztül, hogy a mai vezetésig, tehát az elegancia. Tehát aki megvehet egy magas a kategóriájú ruhát, ő már azért érezheti magát, igen, hogy valamit megvett. De azért ez nem mindig így alakul ki. És gyakorlatilag ezeket a ruhákat lekoppintják ugye a keleti árusítók legtöbbször, vagy a gyors áruházak, tehát azért igen, ez veszít az értékéből sajnos. Hát ilyen világot élünk, de az előbb mondtuk, és beszéltünk erről, hogy a tapintás, meg minden, meg a hangulat, de te is említetted a színeket. Szóval, hát vannak ugye, azt mondják, hogy a zöld az egy vidám szín, meg minden, akkor ez az öltözködésben ugyancsak azt mondom, hogy megint ez a divat szín, ez is hathat például az embernek nem is a személyiségére, hanem hangulatára. Hogy kinek mi, mert mindenkinek más, szóval én nem tudom, nekem a világos kék a kedvenc színem, neked mi? Én nekem a türkizöld. Tessék, majdnem egy helyen vagyunk. Na de szóval ez hogy hat, mert ez halálkomolyan, ez nem csak rólunk szól, hogy az ember tényleg felvesz egy olyat, és jobb kedve lesz. Sajnos oda-vissza hathat, hiszen valaki fölvesz mondjuk egy mustársárgát, mert az aha, lesz az évszínet, teszem azt, igen, és az összes kollekciót ebbe a színbe fogják legyártani, de a párnáktól kezdve a ruhákon át minden akkor ilyen színű. Igen. Így ezt a Pantone mindig kinevezi, de ez nem mindenkinek áll jól, tehát hiába veszi fel azt a divatszínt, és nem lesz benne boldog, mert érzi, mikor megnézi a tükörben, hogy ő nem mutat ebben. Értem. Tehát ez egy csapdahelyzet is. Tehát ha valaki azt követi, ami a divat szín, akkor elveszti azt, ami a lényeg, hogy kiemelje magát a tömegből. Igen. Tehát ezért kell a jó ízlés és a stílusérzék, amire Dior nagyon érzékeny volt. Na jó, hát akkor még van 2 percünk, de hát akkor talán kezdjük azzal a befejező státuszt, hogy hát, mi között van neked Pápua Új Guineához? Gyakorlatilag olyan arcokat festek, az identitásunkat keresi és kutatja, és ezeket az arcokat próbálom keresni, amik elrejtik magukat egy festék mögött, de mégis tudjuk, hogy kik ők. És mi elbújhatunk egy ruha mögött, és mégsem tudjuk, hogy kik ők. Vagy kik vagyunk, vagy mik vagyunk, mert hiszen eltüntetünk. De még nem voltál Pápua Új Guineában? Sajnos nem tudtam még járni. De ez a bakancslistán még szerepel? Szerepel, a férjemnek is vannak ilyen jellegű zenéi otthon, de még nem jutottam el, hogy magam is eljussak. Na most ebben a sok mindenben, amit itt megbeszéltünk, és minden természetesen nincs időnk elsorolni, de tulajdonképpen mostanában és tényleg a jelenben mivel foglalkozol, és tudom, hogy van kiállításod is. A 2 dolog érdekel: a fenntarthatóság, amit a Valér Gabriella segítségével ismertem meg, a Nemzeti Divatligának az elnöke, aki ezt az ászlójára is tűzte. Olyan ruhákat próbálok tervezni, amik hosszú távúak, tehát például cserélhetőek, vagy egy alsót egy felsővel, a hétköznapi darabbal, egy alkalmi darabbal összegezve lehet készíteni, és legutóbb ebből volt egy divatbemutató is Szentendrén, aztán a Pannónia Filmstúdióban is volt októberben jótékonysági vásárral. Ott nem volt kiállításom, de most van egy kis kiállításom a V8-as szabadidőközpontban Szentendrén, a Mido Galéria keretében, és akkor ott láthatóak pont ezek az arcokat, egy indián és afrikai arcokat lehet megnézni, és ezek nagyban, nagy méretben felismerhető módon vannak elkészítve. Tehát mire fested? Ezek vászorra készülnek általában, és ezek akrillal készültek, tehát ez elég erőteljes a színük, tehát az arcfestésnek az erejét ezzel próbálom visszaadni. Hát akkor beszéltél a cipőkről, most nem néztem meg, hogy milyen cipő van rajtad, és tudom, hogy most már kényelmesség az nagyon-nagyon fontos, és nem biztos, hogy cserélni kell a tűsarkot, meg egy másik sarkot, de én, hát száfolj meg, ha rosszul gondolom, én annak idején, nem tudom, 20 éve Kanadában, máshol tengeren túlon láttam, hogy elmentek a nagy esti bálba, rendezvénybe, nagyon elegánsan, sötét ruhába a férfiak, fehér sportcipőt mellé vették. Na most az utóbbi években Európában és nálunk Magyarországon is mindenhova, most már szinte mindenhol el lehet menni sportcipőbe, nagyon remélem, hogy az operába azért nem úgy mennek, de a divat most azt hiszem, hogy nem tudunk csak egy ilyen főcsapás irányt mondani. Jól gondolom én, hogy most már mindenki mindent hord? Nem, jól. Hogy hordhat, hanem hord. Hord is, és jól, de egyébként ez is egy kicsit megvezetett. Azt hiszik mindenki, hogy most nagyon alternatívan öltözködött, de mindenki más úgy öltözködik. Igen, ez az. Tehát, hogy igazából most az a rebelis, aki egy kézműves, vagy egy darabot vesz fel, és kihalásza az érdekes, neki illő ruhadarabokat. Tehát ez a új ellenállása. Jó, hát akkor te ne állj ellent semminek, hanem mindent hordjál, viselj egészséggel, és nagyon remélem, hogy még lesz alkalmunk festményeket is bemutatni. Én ezen kívül, jó? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.